Na sziasztok srácok, én Exos vagyok és itt van velem Lamar meg És ez egy speed testes videónak a következő rész. Mostanában sok ilyen videót háradtak szerintem heti egy-kettő videó, mert elég sok kocsink lett most így az utóbbi időben, illetve még van pár olyan kocsi, amiről én nem láttam fenn speed testes videót, de azokat is ki fogjuk próbálni. És a mai napban egy elérhető kocsit hoztunk, amik a kezdő számára is elértő. Ez bizony egy 40 ös 5 versenyes golf egy ami körülbelül olyan 50-100 ezer között mozog. És van rajta egy pénzsab, még igazából azért vettem meg, mert kúra jó rajta szerintem ez a pénzsab. És akkor teszteljük is le, ugye egy a verseny, első kerékén van a kocsi. És igazából nem megy a leggyorsabban, de, de szerintem ez egy jó kocsi, bármint. Így véleménye szerint egy ilyen 50 100 ezerek árkategória között jó. Nem ugye gyorsulását meg a végsebességét itt ki is tudjuk húzatni a négy szóval kezdjük is. Amúgy gyorsulása szerintem nem olyan rossz, nem Attila? Szerintem így ja, tűrhető, állívan, ja. Van, szerintem jó. ja. Ja, ja, Ugye persze full venomosan jobb és többet is megy. Ugye 195-öt megy, ami viszont kicsit hátrány, mert a Golf 2 többet megy, én úgy De tudom, nem? Golf 2-ből volt 60 most vagy 7, hét, 7 venomos. Na az ment 2.90 vagy 2.80. Kanyarodása jó csak ugye most le van ültetve, és azért ért le az eleje, mert ugye air ride benne, és most kicsit kocra van ültetve, mert így néz ki jól. Ugye egy BBS felnyom van rajta, ami úgy néz ki, mint DRL arany középpel. Szerintem még kurva jól néz ki ez a kocsi. És hát ugye tényleg 195-öt megy, gyorsulása nem a leg, legrosszabb. Szerintem aki kezdés... Gyorsulása elég jó amúgy így ja, ja, ja. Igazából a kezdőknek ugye amit elérhető kocsik, az a Peugeot 46, azt nem ajánlom, mert annak leír az oldala. Ugye van a BMW 750, az meg ugye driftes, és nem is tudom még milyen kocsik vannak ilyen Audi ugye. Az Audi az még úgy jó, majd abból is lesz egy videó. Azt majd megnézhetitek, meg ugye a Golf 2 lesz majd a következő részbe. Valószínűleg Asosnak a Golf 2 t fogjuk kihozni. Ami még a héten fel lesz téve, nem tudom mikor. Szóval srácok, aki ilyen kocsit szeretne venni, én azt mondom bátrom, mert, mert szerintem egy pacek kocsi, jól is néz ki. Sőt, a javítása is olcsó. Szóval köszönöm a figyelmet, meg minden, és ja, jók legyetek!